volt környezetvédelmi miniszterként, gazdaként, vagy akár mezőgazdasági szakpolitikusként is azt mondhatom, hogy egy nagyon érdekes beszélgetésen vagyunk túl. Arról beszéltünk itt tusványosan, hogy hogyan lehet székelyföldi léptékben, vagy akár Kárpát-medencei léptékben önellátóvá válni. Hogy tudunk olyan élelmiszer ellátást biztosítani, hogy ne legyen szükségünk arra, hogy több kontinensnyi távolságról hozzuk majd az élelmiszert ide Székelyföldre. Konklúziónként azt mondhatom, hogy mindenki egyetértett abban, hogy a helyi termékek fogyasztása ez egy óriási segítség minden szempontból a gazdáknak is, óriási segítség a környezetünknek is, mert sokkal kisebb a környezeti lábnyoma, az ökó lábnyoma az ilyen termékeknek, és természetesen, hogy a közpolitikák által is ezt kell támogassuk. Az RMDS akár kormányon volt, akár ellenzékből is mindig azt támogattunk, azt hangoztattuk, hogy a helyi gazdákra kell építeni a rövid élelmiszer ellátási láncokat. Az RMDS mindig azt támogatta, hogy ha van termelés, ha van feldolgozás, akkor a hazai termelők, a hazai fogyasztók asztalára tudják venni azokat a termékeket, amelyekkel önmagunkon és a környezetünkön is segítünk.